Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 26 ponttal verte az Albafehérvárt a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Szerdán Törökország edzőtáborba utazott a kisvárdai futballcsapat. Toborzókkal akarják növelni a játékosok számát a szabolcsi sólymok. A listavezető elleni győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli. Megszerezte 7. győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák az Albafehérvár csapatát fogadták, és a vendégek 105-79-es vereséggel távoztak a Continental Arénából. A fehérváriak kisebb közlekedési balesetet szenvedtek útközben, így fél órás csúszással kezdődött a mérkőzés. A hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 11 ponttal nyerték a cápák. A folytatásban is irányították a játékot a nagyon jó ritmusban kosarazó és pontosan célzó nyíregyháziak, akik 55-40-es vezetésüknél vonultak le a nagy szünetre. A harmadik negyedet is jól kezdte a házigazda, hamar 20 pont fölé kúszott a különbség, a záró 10 percnek pedig 25 pontos előnnyel vágott neki Pető Ákos együttese. Az utolsó negyedben sorra szerezték a szebbnél szebb kosarakat a cápák, akik végül 105-79-es sikerre szerezték meg 7. bajnoki győzelmüket. Nagyon jól kezdtünk, és ezt végig tudtuk vinni az egész mérkőzésen. Nagyon jól dobtunk, de hozzátartozik, hogy nagyon jó helyzeteket is találtunk meg, tehát ebből jött a jó dobó százalékunk. Illetve azért volt egy kicsikét, hogy túlpörögtünk és túlsietettük a támadásokat, azért hozzá kell tenni, hogy az Alba nagyon nagy nyomást rakott ránk, és azért szereztek extra labdákat, de ezt is jól tudtuk kezelni. Az NB1 pontlistáját 24,35%-os átlaggal vezető Nigel Johnson 26 ponttal járult hozzá a nyíregyházi csapat győzelméhez. Mi vittük be az első ütést, amivel vezetést tudtunk szerezni. Úgy érzem, az egész meccsen nyomást tudtunk helyezni az ellenfélre, és ezt végig kontrolláltuk. Ez volt a legjobb csapatmunka, amit eddig a szezonban nyújtottunk, így egy magabiztos győzelmet arattunk. A vendégek edzője leginkább a küzdeni akarás hiányolt a csapat a játékából. Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelte a hazai csapat, a győzelmet nem vitás. Ugyanakkor van néhány dolog, amit továbbra is zavar, hiába beszélek ezekről hétről hétre. Ilyen mentalitást és hozzáállást régen nem láttam a csapattól, mint amit most nyújtottunk. Azt már én is megtanultam, hogy az Albában játszani megtiszteltet, és itt mindenkinek kötelessége 110%-on pörögni. Ehelyett Pongó Marcelen kívül csak lézengtek a játékosok a pályán, amit továbbra sem tudok elfogadni. This is the biggest joke. A találkozón 14 pontot szerző Pongó Marcel is osztotta edzője véleményét. Először is gratulálok a Nyíregyházának, szépen játszottak, amit hagytunk is nekik. Másfél pedig hát nem hosszú a karrierem, de ekkora beleszólás még nem láttam ez a rövid pályafutásom alatt, és hát elnézést kérek a saját szurkolóinktól, mert ez botrányos volt tényleg. Tehát lehet rosszul játszani, nem azt mondom, lehet dobásokat kihagyni, de az, hogy nem törődünk a mérkőzéssel, nem harcolunk, és így játszunk, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Úgyhogy ezen mindenképp változtatnunk kell. Nem tudom, hogy ez oka-e, hogy nyertünk Szombathelyen esetleg, és azt gondoljuk, hogy most hirtelen jó csapat lettünk, mert ez nincs így, ez látszódik is az utóbbi két meccsen, úgyhogy mindenféleképpen elsősorban fejekbe össze kell szedni magunkat, mindenkinek hazamenni, ezt tükörbe nézni. És hát van még hátra 9 mérkőzés, úgyhogy össze kell szednünk magunkat. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét-Pécs 91-89, Sopron-Szombathely 90-83, Körment atomerőműese 75-76, Kaposvár-Szeged 90-77, Zalaegerszeg-Oroszlány 89-85 és Deasz-Szungsram-Szolnok 63-74. A tabella élén a Szombathely áll 13 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 13-4-es mutatóval rendelkező Szolnokot. A 7 győzelem mellett 10 vereséget szenvedő Nyíregyháza szombaton Szolnokon lép pályára. Szerdán elutazott Törökországba a kisvárdai futballcsapat. Az indulás előtt az edzőtáborról és a tervekről Erős Gáborral beszélgettünk, aki az őszi 5 meccset követően tavasszal is irányítja majd a Várdát. Hatalmas nagy megtiszteltetés természetesen, de egyben óriási feladat is. Úgyhogy nagyon örültem, és ez nem csak nekem szól, hanem az egész stábnak, tehát ez nélkülük nem
sikerülhetett volna. Ugye ez az öt mérkőzésen jó eredményt, amit sikerült közösen elérnünk, és ezáltal döntött úgy a vezetőség, illetve a sportigazgató, hogy továbbra is minket fog ezzel megbízni, és mi maradunk így a stáb közösen. Az elmúlt héten elkezdtétek a munkát, milyen állapotban érkeztek vissza a játékosok a szünetről? Kimondottan jó állapotban érkeztek vissza, aminek nagyon örülünk, hiszen egy hét pihenő volt nekik, az azért természetesen kell a feltöltődéshez, de utána már kaptak külön egyénileg programot, és ahogy látjuk, mindenki becsületesen meg is csinálta, hiszen tényleg úgy néznek ki, mintha el sem mentek volna pihenőre. Január végén már bajnoki meccset játszik a csapat. Milyen kihívás jelent az, hogy ilyen rövid a felkészülési idő? Megmondom őszintén, én jobban szeretem a régebbi időszak, amikor 2-3 hónap is rendelkezésre állt, nem feltétlen volt jó. Én azt gondolom, hogy játékosok most is jobban szeretik ezt, hogy rövidebb az idő, és már újra mérkőzés lehet. Így hamarabb vége is lesz talán, lehet, hogy ennek is örülnek, de tényleg nincs ez a nagyon nagy szünet. Újra felkészülni, azért megküzdeni a nehézségekkel. Most már olyan lehetőségek vannak, hogy tényleg fűthető pályákon lehet játszani, tehát ez az időjárási körülmény sem jelent olyan iszonyatosan nagy problémát. Rövid idő van, de 3 felkészülési mérkőzés fogunk játszani Törökországban, amire azt gondolom, hogy nagyszerű körülmények között lesz majd lehetőség, és erre ez alatt a 3 mérkőzés alatt fel tudunk készülni becsületesen a bajnoki folytatásra. Ősszel jól működtek a dolgok, van egyáltalán szükség valamilyen változtatásra? Különösebb változásra nem szeretnénk azon az úton haladni, amit elkezdtünk, és ezt hangsúlyoztam többször is, nem csak ebben az évben, hanem már évek óta a klub ezen az úton halad. Az mindig jó, hogyha egy-egy új arc érkezik az öltözőbe, tehát az kell, hogy megmaradjon a rivalizálás a játékosok között, tehát ne az legyen, hogy na most megnyugodtam, én biztos, hogy játszok, tehát jó, hogyha ha van konkurencia mindenféleképpen, és most is sikerült, jött egy új játékos, még előfordulhat, hogy lesz új igazolás, de a legnagyobb az lenne, meg a legfontosabb dolog, hogy a csapat egybe tudjon maradni. Már korábban felröppentek különböző nevek, ugyanazzal a szakmai stábbal kezdte el az új évet a csapat, amelyiket befejezte. Kézenfekvő volt, hogy bizalmas szavazol, további bizalmas szavaz az Erős Gábor Gáliszki Máté párosnak. Abszolút, az elmúlt időszaknak a működése, az eredményei, illetve a hozzáállásuk, és az a tudás, amelyet már az időszak alatt, amit töltöttek az egyesületnél, megszereztek, kínálta természetesen magát, ugyanakkor nehézségnek mutatkozott, hogy nincsen meg a megfelelő végzettségük. Ennek a pótlását kellett kitalálnunk, hogy hogyan történik meg, vagy házon belül oldjuk meg, ugye, vagy kívülről hozunk egy olyan szemét, aki ennek a elvárásnak megfelel, és hát arra jutottunk, hogy az a legideálisabb, hogyha úgyis itt vagyok minden mérkőzésekon, akkor ezt a szerepet magamra vállalom. Talán el lehet azt mondani, hogy ősszel szintet lépett a Kisvárda, mi a tavaszi cél ezt a szintet tartani, vagy esetleg még egy picit mindig emelni a lécen? Nem lesz könnyű ezt a szintet tartani, lépni meg természetesen nagyon nehéznek ígérkezik. Mindenképpen szeretnénk ebben a pozícióban, vagy az első 4 valamelyikében végezni a szezon végén. Ha lehetőségünk van rá, akkor nemzetközi kupa indulást érő pozíciót elérni. Ez egy nagy álmunk. Úgy gondolom, hogy a csapat erőssége, a keret erőssége az lehetővé teszi ezt. Ugyan a többi csapat, a konkurenciánk is nagyon nagy mértékben erősítenek a téli szezonban, halljuk, látjuk a híreket. Mégis úgy gondolom, hogy a mi egységünk az töretlen. Ha a Covid nem szó közbe, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy egy hasonló jó tavasz elé nézünk, mint az őszt. Eddig egy játékos távozott, ugye Lukász ment Diógyőrbe kölcsönbe, érkezett egy lengyel korosztályos válogatott futballista. Van-e esetleg még tervben több játékos szerződtetés, vagy egyáltalán szükség van-e nagyobb változtatásra így télen? A jelenlegi labdarúgó szövetségi szabályok 25 játékosnak a nevezési kártyáját teszik lehetővé, tehát meg van kötve a kezünk, ez a keretünk, ez ki van használva, hány játékos távozik, annyi játékos tudunk hozni. A Lukinak a tavaszi előre menetelét, fejlődését, visszatérését a futballba a sérülése után tettük lehetővé a Diósgyőrbe való igazolással, és a Simovicsnak egy hosszabb betegsége van a Covid után, ezért nélkülözhetetlen volt, hogy a középpályát erősítsük meg, odahoztuk a Makovszkit, akinek föl kell venni még a ritmus, de azért jó képességekkel rendelkezik,
Nagyon fontos volt, hogy egy olyan játékost hozzunk, mint az Imovics, aki a feljátékával nagyon sokat tud hozzátenni a középpályás, illetve a pontugások védekezésére. Azt követően a szélen volt még egy érdeklődés a Bumbára, de nem tudtunk megegyezni, oda hoztunk volna akkor játékost, illetve nagyon fontos, hogy rövidesen megjelenik az MLS elnökségének a határozata, amelyre következő szezonra előírja a fiatal játékosoknak a szerepeltetését. 2002 utáni születetteknek kötelezően végig a pályán kell lenni, illetve pontszámítási rendszer lesz. Az a lényeg, hogy most már a tavasszal erre kell előkészülnünk, és a saját utánpótlásunkból, az NB3-as csapatunkból hozunk fő játékosokat, mind az edzőtábor, mind az edzésekre, és őket próbáljuk meg benevelni, előkészíteni a következő megméretetésekre. 10 napos Törökország edzőtáborba utazik a csapat, ismerős körülmények közé kerültök. Milyen lesz ez a 10 nap, milyen szintű ellenfeleket sikerült találni a felkészülési meccsekre? Ugye szakmailag egy másfajta felkészülést igényel ez a rövid leállás, ugye 19-én még bajnokit játszott a csapat. Hazamenetelük után egy hét pihenővel megkapták az edzés előírásokat, és az első edzések alapján, a felmérések alapján egyértelműen megállapítható, hogy mindenki jól dolgozott, nincsenek lemaradásban. Tulajdonképpen a bajnoki ritmusnak megfelelő edzés rendszerrel fogunk tovább lépni, és az edzőtáborban a NB3-as csapattal együtt utazván már az átmenetet, a transition-t, a fiatal játékosoknak a felfelé áramlását is szeretnénk erősíteni, nagyobb közösségi szellemet, kohéziót kialakítani, és ott a jobb pályákon, a hazai zordabb körülmények között nem igazán lehet most minőségi edzésmunkát végezni, az ottani pályákon is a jó ellenfelek ellen szeretnénk még csiszolni egy picit a taktikán, és esetleg az új játékost azt beállítani erre a filozófiára, amit mi képviselünk jelenleg. A 8 és 16 év közötti korosztályokban indított csapatot, a bajnokságokban a Szabolcsi Jégsport Egyesület. A tervek szerint ebben az évben elkészülnek a jégpálya oldalfalai, így a következő időszakban évi 8-10 hónapot tölthetnek majd jégen a Szabolcsi Sörmök fiatal jégkorongozói. Az Egyesület 2006-ban alakult, a jelenlegi vezetés a tavalyi évtől december 2-ától állt össze. Jelenleg U8 és U16 között versenyeztetünk, és ennek megfelelően bonyolítunk le minden héten edzést. A korosztálytól függően ez 4-5 edzés hetente. Az Egyesületnek az elsődleges célja az idei évben, vagyis a következő 2022-2023-as szezonra, hogy a jelenlegi infrastruktúra fejlődjön. Ez annyit jelent, hogy a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtásra került egy pályázat, amivel kapcsolatban a Nyíregyháza megyei jogú városnak mindenféle támogatását, mint tulajdonosi támogatását megkaptuk, és a pályázat vagy a beruházás értelmében körbe lesz zárva a jégcsarnok. Így nem csak 4 hónapot tudunk jégen tölteni egy szezonban, hanem akár mint a ellenfél klubcsapatok, akár 8-10 hónapot is jégen tudnak tölteni a fiókák. Mennyire népszerű a jégkorong Nyíregyházán, vagy nem is a jégkorongot kérdezni elsőként, hanem a korcsolyát, hiszen az az alap, hogy megtanulnak a gyerekek korcsolyázni. Elsődleges szempont az Egyesületnél, hogy megtanuljanak a nyíregyháziak és környékbeli településen élők korcsolyázni. Ehhez korisulit biztosítunk minden héten, hétfőn, szerdán 17 órás kezdettel, és tulajdonképpen ez egyfajta toborzás is nekünk, mint ahogy már az őszi szünetben is történt egy sikeres toborzás, az akkori létszámot sikerült megduplázni. A hosszú távú cél a beruházást követően, hogy legalább 200-300 fős gyerektáborral rendelkezzünk. Ehhez azt várjuk, hogy 5 és 10 éves gyermekek jelentkezzenek, jöjjenek el hozzánk, szálljanak föl a pályára. Mindegy sporták, de a kulcskérdés a szülőknek, hogy mennyibe kerül ez nekem, mi szükséges, milyen anyagi beruházás szükséges ahhoz, hogy valaki eljön, korizza, aztán esetleg itt is ragadjon és jégkorongozzon. Az első mérföldkő az a korcsolya megvásárlása, továbbiakban az Egyesület biztosít felszerelést, és utána pedig a rendes tagdíj fizetés, ami éves szinten 1000 forint, utána pedig egy szülői hozzájárulás minden hónapban 10.000 forint. Ha kedvet kell csinálni egy szülőnek, úgy általában a szülők választanak a sportot, mivel ajánlanál a jégkorongot?
ugyanúgy, mint a többi csapat sport, egy közösség kovácsoló ereje van. Mi úgy mondjuk, hogy ez egy sólyom család, mindenkit várunk szeretettel, odafigyelnek a szakmai stáb 5 edzővel rendelkezünk, odafigyelnek a gyerekekre, szülőkkel, jó kapcsolatot ápolunk. Nyilván az összjáték, az egymásra való odafigyelés ugyanúgy más csapatsportnál is megvan. A jég maga a közeg, ami egyfajta sajátosságot ad ennek a sportnak, az itteni hőmérséklet, a hideg levegő, a vérkeringésre, a kreativitásra teljes mértékben jó hatással van, és természetesen elsődleges, hogy ne a tanulás rovására menjen. A csúcs minden sportágban egy felnőtt csapat, belátható időn belül lehet Nyíregyházának egy felnőtt jégkoron csapata? Hosszú távú tervek között szerepel, természetesen 10 éven belül ennek nincs realitása, legyen körbezárva a csarnok, és utána országos bajnokságon tudunk indulni felnőtt csapatként. Ebben a korosztályban hivatalosan nem számolják az eredményt, de hát azért, ha más nem, a szülők biztosan tudják, hogy mennyi lett a vége, és lehetett látni, hogy az egyik csapat örült a meccs végén, a másik nem, és az a nyíregyházi volt. Mennyire voltál elégedett a látottakkal? A játékkal egyáltalán nem voltam megelégedve, mert amit megbeszéltünk, abból nem sokat láttunk, amit edzésen gyakorlunk, nem sok mindent tükröződött vissza. Hát ott az ellenfél csapatában volt egy ügyes játékos, a hármas számon, aki játszott, az lőtte mind a 4 gólt, 4-0 lett a végeredmény, ugye nem számoljuk, de azért mi számoljuk, edzők. Az, hogy nem tudtunk gólt lőni, még ebben a szezonban ilyen nem fordult elő, hogy gól nélkül maradjon a csapat. Ezt majd át fogjuk beszélni, kiértékeljük, és majd javítunk rajta. Milyen bajnokságban játszik ez az U12-es együttes, milyen ellenfelek eszemben léptek égre? Van a két pesti csapat, a Vágsárc meg az SMTK, vannak az Emplini Hiúzok, ugye a Sátoraljaújhely, Debrecen, Miskolc, meg a Jászberény, meg mi. Milyen keretből tudsz meríteni, milyen mélységű a keret, mennyien vagytok? Épp hogy meg vagyunk. Nem tudunk, nincs merítési lehetőségünk. U10-ből 3 játékost így is fel kellett nevezni az U12, hogy meglegyen a csapat, úgyhogy így, ahogy vagyunk, ennyien vagyunk. Ugye ez a pálya nemrég van meg Nyíregyházán, gyakorlatilag most épül az egész jégkorong. Mikorra érhetitek utol magatokat? Én azt mondom, egy 4-5 évet, hogyha a pálya befödődik, akkor 4-5 év múlva utol tudjuk érni magunkat, úgyhogy minden korosztályban legyen nagy pályás csapatunk. Népszerű egyébként a mai gyerekek között a jégkorong? Igen, ahogy észrevettem, igen, a múltkor is volt egy ilyen toborzó jellegű, kijöttünk a közönségkorira az U12-esek egy pár gyerekkel, onnan be tudtunk hozni a korisuliba, hétfőn meg szerdán vannak korisulik, egy olyan 100 gyerek már fent volt a jégen, jelenkeztek, még olyan 15-20 gyereket már az idén tudtunk toborozni. Ennek a korosztálynak mikor lesz a következő mérkőzés megmérettetés? A jövő héten játszunk ugyancsak itthon, a Miskolca. Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, a listavezető Szent Pál Akadémia csapatát verte idegenben 72-70-re. Végre kezdünk egységes csapatként dolgozni, tehát itt azért az év elején voltak hiányzóink. A szép lassan azért megérkezett mindenki a mérkőzésbe, már most a egy-két rutinos játékosunk, ugye, akinek mink van, az a komoly 3, akit rutinosnak számít, ők is be tudtak kapcsolódni ebbe a játékba. A HEP-kupán nem voltunk, tehát a Rizal Kitty például nem volt a HEP-kupán, ami ugye, ha itt lett volna, lehet, hogy az is egészen másként alakul, mert szerintem ott nem elsősorban a mi hibánk volt, hanem szerintem a játékvezetői fújásnak köszönhető, tehát úgy értem, hogy olyan kemény, agresszív volt a mérkőzés, amit mi nem igazán tudtunk megoldani. Kivéve ugye a következő mérkőzés, ahol felszívták magukat a lányok. Tehát annyira durva és rossz mérkőzés volt a HEP-kupa, hogy erre szerintem mindenki készült. Tehát eredben úgy jöttek föl, hogy tök mindegy, mi történik, itt kőkövön nem marad, mi ugyanúgy nekiesünk, kemények leszünk, tök mindegy, mi lesz. Nagyon, nagyon harcosan, nagyon jól játszottak a lányok, mindent megtettek, és teljesen mindegy volt, hogy kit küldünk fel a pályára. Még azt se zavarta meg a mérkőzés, hogy a 3 kulcsjátékosunk pontozódott ki, mert azért a Dorina Eszter és a Luca mind a 3 kipontozódtak, de akik felmentek a pályára, komoly maguk 15-16 évével, ettől függetlenül a rutin ellen nagyon ügyesen, nagyon taktikusan, nagyon fegyelmezetten játszottak. Fel tudtuk venni most azt a versenyt, amit ugye itt a HEP-kupán, talán ha itt is keményebbek vagyunk, lehet, hogy a HEP-kupa is sikerülhetett volna. Mekkora lendületet adhat ez a győzelem a szezon hátralévő részére?
Az igazság, hogy most a lányok tényleg harapnak, tehát edzésen is, tehát egyszerűen jó őket nézni edzésen is, tehát eljutottunk végre oda, hogy nem azt nézzük, hogy ki a barátnő és ki nem barátnő, hanem nagyon keményen azon versenyeznek, hogy ki kitől tud labdát szerezni, ki kit tud leblokkolni, és ez egyértelműen viszi előre a lányoknak a teljesítményét, és hogy egy mérkőzésen se kerülhetünk olyan szituációba, hogy váratlanul fog élni bennünket az, hogyha valaki keményen oda fog lépni. Én nagyon remélem, hogy ez úgy az amatőr NB-nek, mint a junior csapatnak is egy óriási rendületet ad, és a következő mérkőzésen is sikeresen fogunk tudni szerepelni. A listavezető után a másik véglet következik, a sereghajtó Szolnokhoz utaztok a hétvégén. Az milyen meccs lehet? A Szolnok kellemetlen ellenfél minden tekintetben, tehát ők szintén szeretik kihasználni a fizikai erejüket, de bízunk benne, hogy már most a mi fizikai erőnk az már lényegesen jobb, mint a Szolnok fizikai ereje. Megmondom őszintén, hogy ezen a mérkőzésen az én szememben csak a győzelem az elfogadható, tehát semmi más egyéb, és ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni. Milyen meccsek, sorozatok várnak a korosztályos csapatokra? A kadett csapatunk, hogy a sajnos régióban van, de szinte minden hétvégén játszik. A juniorjaink azok a 16 közt vannak per pillanat, és ott ugye az a cél, hogy olyan helyen végezzünk, hogy a legjobb 8 közé jutásért sikerüljön majd játszanunk. Tehát itt azért hasonló kaliberű csapatok ellen fogunk játszani, tehát nem egy Csata és nem egy Vasas vagy egy Pécs fog velünk szembe jönni, hanem itt a Kislenke, az MVS-i Vadmacskák és a Győr, mondjuk a Győr azért kicsit meglepetés, hogy ebbe a körbe tartozik. Hát itt, ha sikerülne nekünk megvennünk legalább két csapatot, akkor azt jelenti, hogy a 8 közé jutásért játszhatnánk, ami én úgy gondolom, hogy a mi egyesületünknek ez egy óriási dolog lenne. Szóval a NB1-ben még én úgy gondolom, hogy egyre inkább az a cél, hogy minden több mérkőzést megnyerjünk. Úgy látszik, a lányok szépen fölvették a kesztyűt, tehát kezdenek ráérezni arra, hogy azért a felnőttek közt is mit jelent az, hogy kosárlabdázni. Én nagyon remélem, hogy ott is az első négybe sikerül majd az év végére bekerülnünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!